A Bajnokok Ligája csoportköréből való kiesés után is tovább folytatja a nemzetközi kupaszereplést a komáromi röplabda csapat. A határmenti együttes szerdán a második számú sorozat a CEF Kupa fordulójában a török Arkaspor Izmirt fogadja. Közben az Extraligában és a szlovák kupasorozatban is bizonyítania kell. Mindegyik meccsen igyekszünk a legjobb teljesítményt nyújtani, hogy megmutassuk az ellenfélnek is, hogy nem adjuk könnyen a pontokat, szóval mindent bele fogunk adni, mindent meg fogunk tenni azért, hogy a első három helyezésben a bajnokságban, úgy a szlovák kupában is benne legyünk. Ferenc László klubelnök szerint a Komárom számára történelmi siker volt, hogy kijutott a BL-be, és ott meggyőző teljesítményt nyújtott. A röplabdások az osztrák Grác és a görög Olympiakos ellen is kiegyensúlyozottan játszottak. A tapasztalatokból merítkezve vágnak most neki az Európai Röplabda Szövetség által működtetett CEF Kupa sorozatnak. Mindig minden mérkőzés, ez nagyon céltudatosan állunk hozzá. Annak ellenére, hogy az esélyesebb csapat a török csapat, de a labda gömbölyű, tehát mi nem adjuk könnyen a bőrünket, és harcolni fogunk azért, hogy minél jobb feltételeket tudjunk kivívni a hazai mérkőzésen, és utána pedig meglátjuk, hogy mire lesz ez elég Izmirben. A klubelnök azt mondja, nagyon kemény időszaka van jelenleg a Komáromnak, hiszen az Extraliga mellett a kupasorozat is zajlik. A nemzetközi megmérettetés pedig egy teljesen új tapasztalat számukra. Valójában edzeni nem is nagyon tud a csapat, mert szerdán mérkőzés, szombaton mérkőzés, belejönnek az utazások, úgy külföldre, mint idehaza is. Tehát ez egy nagyon hektikus időszak, és bízunk abban, hogy a fiúk ezt fogják fizikailag és egészségügyileg is bírni, hisz a regeneráció nagyon fontos ebben az időszakban, már csak azért is, mert számos korosabb vagy idősebb játékos is a csapatunkban van, akiknél ez egy nagyon fontos tényező. Mivel a helyi sportcsarnok nem teljesíti a nemzetközi feltételeket és előírásokat, az Arkaspor elleni hazai mérkőzést újra Nyitrán játssza le a komáromi röplabda csapat. Kénytelenek vagyunk Nyitráron enni, tőlünk 80 km Nyitra, és hát nagyon nehéz úgy megszervezni egy ilyen rangú szintű mérkőzést, hogy minden rendben legyen, minden előírásnak megfeleljünk. Tehát ott napokig készülünk, és egy komolyabb csapat utazik Nyitrára nap mint nap, és készítik elő azt, hogy méltó körülmények között tudjunk játszani. Tehát jövőre nézve mindenféleképpen én úgy érzem, hogy Komárom megérdemelne egy komolyabb sportlétesítményt, ahol az ilyen szintű mérkőzéseket hazai környezetben, hazai szurkolók előtt, és valójában őértük csináljuk ezt a sportot. A komáromi röplabda csapat addig buszok indításával tudja megoldani azt, hogy a szurkolók jelen lehessenek és buzdítani tudják a játékosokat a nemzetközi szintű mérkőzéseiken.